Akkor a kérdésem, hogy folytathatom-e, vagy... Parancsolj, parancsolj. Oké, akkor szervusztok. Szeretben utána néztem ennek a Mary Dyer történetnek, és köszönöm a kérdésedet, Péter, mert megvilágosodtam, hogy mi történt itt. Már a dátum nagyon-nagyon meghatározó, hogy mikor végzi ki ezt a nőt. Gyakorlatilag ugyan már vége van az interregnumnak, és visszatért az uralkodó, illetve hát az új uralkodó visszatér, de ez az egész történet 59-60-ban, 1659-60-ban történik, amikor olvasom ezt a kis jegyzetemet, amit itt közben tehát gyakorlatilag a történet az interregnumnak a korszakában bontakozik ki. Természetesen a Új-Angliában, ahova ekkor már nagyon sok puritán áttelepül. A quakerek helyzete rendkívül problematikus lett, mert a puritán vezetők úgy gondolták, hogy nagy mértékben veszélyeztetik azt a pici kis rendet, ami felállt. Érteni fogjuk később, hogy azért ennek bocsánat, Ildikó, közben itt valami megváltozott a kamerát szöge szempontjából, és itt csak a homlokod látszik. Tehát jaj, valamit... bocsánat, mert közben olvasok is valamit. Érti, ez ja. Így jó? Így tökéletes, igen, igen. Jó. Nem vagyok, nem itt vagyok, hallható vagyok? Jó. Okay. Én hallom, amit igen. Igen. Jó. Okay. Nem hallok semmit. Akkor az nem, azt hiszem nem rajtunk múlik, vagy most nem rajtam múlik. Haló, én nem hallok semmit. Lépj be, engem se hallasz? Tudunk ezzel segíteni valahogy. Próbálok valamit tenni. Engem se hallasz, Balázs? Nem lőtt. Igen? Ó. Akkor elnézést kérek. Jó, de akkor Balázst hogyan tudjuk bekapcsolni a történetbe? Úgy, hogy újra belép. Csak ez a megoldás. Oké. Okay. Igen. Itt vagy, Péter? Akkor az, meg tudok osztani én fájlokat? Tehát ebben, amit ugye hittem? Jobb oldalt, tehát ha leviszed a kurzort, feljön egy szürke csík. Prezentálás most. Azaz. Prezentálás most, igen. Egy böngésző ablakot nyissak meg. Igen, és ugye nem Firefox-ban vagy, akkor meg is nyílik. Jó, már is mondom, pillanat, hogy akkor, igen, nem a Firefox-ban vagyok, de jó, úgy tűnik, hogy itt nem, mert kinyitottam bizonyos fájlokat. Jó, akkor más fogok csinálni. Tehát térjünk vissza a Mary Dyer-re, és közben valamit megértettem, itt tartottam a szüneten, amikor kinyitottam azt a jegyzetemet, hogy mi is tört, azon túl, hogy igaz az, amit, és megáll az, amit mondom, inkább olvasom ezt a jegyzetemet. Tehát, hogy a quakerek helyzete nagyon problematikus volt, az interregnum időszakában vagyunk, és már megtörtént az, hogy ez a hölgy megszülte azt a fejlődési rendellenességgel született gyermekét, akit Anne Hutchinson volt a szülésznő, aki azonnal elásta.
rögtön innen indulok, igen. Tehát Dejer 5 hónappal korábban egy torz genetikai rendellenességgel született csecsemőnek adott életet, és a szülésznő Ann Hutchinson volt, aki azonnal és teljes mértékben megértette egy ilyen szülés súlyos teológiai következményeit. A csecsemő nem sokára meghalt, titokban eltemették. Ahogy a hírek elterjedtek a kolónia vezetői között, úgy határoztak, hogy a csecsemőt kihantolják és megvizsgálják. Miért is volt erre szükség? A puritánok hite Isten jóváhagyásának vagy elutasításának jeleit keresve megkövetelte az élet minden aspektusának alapos vizsgálatát. Az ő szemükben egy beteg gyermek születése egyértelmű jele volt Isten eretnekséggel szembeni ítéletének. A helyzetet súlyosbította, hogy ugyanazon évvel későbbi szakaszában Méri elvetélt. Ebben is Isten befolyását látták, és a gondoskodást arról, hogy az új Angliában minden eltévedően megkapja az Isten büntetését. Később, amikor visszatért Bostonba, még mindig emlékeztek erre a történetre, és Isten vele kapcsolatos ítéletére, és amikor kirobbant egy kvéker, újabb kvéker per, akkor, és Mary Dyer oda sietett, hogy a kékerek segítsége legyen, akkor őt is hát börtönbe vetették, és nagyon érdekes a dátum. Most figyeltem csak fel a Péter kérdése alapján, hogy Mary Dyer kivégzése 1661 kora júniusában történik, és a királyi dokumentum, amelyik megtiltja a kvékereknek az üldözését, és különösen a kivégzését, börtönbevetését és kivégzését, az csak 1661. szeptember 9-én születik meg. Tehát ennek a kivégzésnek az oka között szerepel az, hogy ebben az időszakban ez az interregnum korszaka, amikor a puritánok még királyi végzés nélkül szabadon ítélkezhettek, és hát mindenképpen elvetendőre találták a kvékerek megmozdulásait. Innen folytatjuk. Ez elég válasz volt, Péter? Tökéletesen, köszönöm szépen. Oké. Egy kicsit nézzünk bele a teológiájukba és az életgyakorlatukba, kereknek, amit már ugyan érintettem, de egy kicsit többet szeretnék róla beszélni. Sokat gondolkodtam én magam is ezen, hogy miért lett a kerek szára, miért a belső tapasztalat ilyen hangsúlyossá. De egy olyan korban éltek, amikor a külső válaszok már nem voltak elégségesek. És ebben az esetben a sokat citált és sokfajta módon értelmezett szentírás is, mint külső válasz is, a sok tekintetben elég nyúlt, hogy láthatóvá vált azoknak az elégtelen volta. A igazságot kereső, a válaszok után kutató emberek érthető módon elkezdtek a belső tapasztalatra, mint végső valóságra, vagy végső tapasztalati valóságra támaszkodni. Mindest keresés, mint pedig a tapasztalat felé történő fordulás, azt gondolom, hogy magyarázható így. A tapasztalat értelmezése, a tapasztalat elmondására felkínálkozó nem lehetett más, mint a Biblia nyelve és a Biblia képei. A vallási tapasztalat verbalizálhatósága mindig függ a tapasztalatot átélő kulturális nyelvi közegétől. A felkínált fogalmiságot ugyan nem tudták egy az egyben átvenni, tehát ahogy a puritánok, levellerek magyarázták a szentírást, vagy használták a szentírást, de a tapasztalatukat csak ezen a közös kulturális módon, a bibliai képek és a bibliai nyelv segítségével tudták elmondani. Majd amikor megjelenik a kulturális kódok sokfajtasága a 19. században,
akkor a Péter tapasztalat többfajta módon elmondható lesz, és többfajta világlátásba beleilleszthető lesz. Ezért találunk ma kvékereket a New Age mozgalom soraiban, vagy a különböző vallási szinkretizmussal szimpatizálók köreiben. Én számos megtartották azt a jó szokásukat, hogy írnak, de ma már blogokat írnak. És nagyon érdekes a kvéker blogokat olvasni, hogy tényleg az evangélikál kvékerizmuson keresztül az abszolút szinkretista, vagy akár a buddhizmussal kaszérkodó és párhuzamosat kereső kvékerizmussal kapcsolatban nagyon sok minden megtalálható. Nyilván, és én ezt így tudom csak magyarázni, hogy a tapasztalatuk, a vallási tapasztalatuk az ma már egy sokfajta nyelvi kódon keresztül elmondható történet. A korai kvékerek azonban úgy érezték, hogy Jézus Krisztus eljövetelének az élvonalában járnak. Ugye ez az a kor, amikor egyrészt keresik az emberek a reformáció nyomán, tehát a legtökéletesebb felekezet megszületését, vagy hogy mi is a legtökéletesebb felekezet, amelyik Isten gondolatainak leginkább megfelel, és mint a történelemben olyan sokszor, hát felelevenedik a történelem végének, Krisztus visszajövetelének a várása. És a kvékerek úgy érezték, hogy ennek a második eljövetelnek az élvonalában vannak, és az őket körülvevő vallási világ is apokaliptikus víziókkal volt teljes. És a többiekkel ellentétben ők úgy látták, hogy ez az eljövetel egy befele forduló misztikus élmény, egy mindenki számára elérhető élmény által válik teljessé. Tehát ők azt gondolták, hogy Jézus Krisztus egyrészt eljött úgy, hogy az élményeiken keresztül közösségbe vonja őt, és eljön ténylegesen majd a történelemben, a közeli történelemben valamikor. Jeremiásra, de különösen a jelenésekre építve, ezek a korai barátok azt gondolták, hogy a kereszténység addigi működési módja most már felesleges és anakronisztikus, és csak a múltban korlátozódik. Az emberiség és Isten közötti közvetlen találkozásnak ez az értelmezése azt is jelentette, hogy az egyházak és a külső szentségek elhagyhatók. Például a jelenések 3:20-nak. Ugye ez az a Biblia hely, ami úgy szól, hogy íme én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, de megyek vele vacsorárok és ő velem. Ez egy abszolút locus classicus a keresztény írás értelmezésben. Ez számukra Krisztus belsőséges találkozása azokkal, akik válaszolnak az ő kopogtatására. És a barátok úgy gondolták, hogy a közösség helyettesíti az 1 Korintus 11:26-nak azt a részét, amely arra utasítja a hívőket, hogy törjék meg a kenyeret, amíg az Úr el nem jön. Az Jézus Krisztus ebben a találkozásban, ezekben a személyes találkozásokban, vallási tapasztalatokban újra jött. És volt egy vacsorájuk, ami nem az Úr vacsora, tehát nem az a klasszikus értelemben vett Úr vacsora, ahogy a protestáns felekezetekben úrvacsorát vannak, hanem a bárány házassági vacsorájaként közösen étkeztek. Figyelmen kívül hagyták az egyházi naptárt, minden nap ugyanolyan szent és különleges volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy az élet szentségét azt ők már a 16. században nagyon, a 16, nem, 17. század végén nagyon komolyan veszik. Sem a vasárnapot, sem a karácsonyt, vagy a húsvétot nem jelölték meg ezek a... Minden hely, minden nap ugyanolyan szent, bárhol prédikálhatnak és imádkozhattak. Gyakran pajtában vagy út mentén jöttek össze és prédikáltak, majd az idővel felépítették a találkozó helyeiket, a meeting house-aikat, ami először a saját otthonuk volt, majd amikor létszámban gyarapodtak, akkor hát házakat építettek. Természetesen ők az igaz egyház, Isten választottai és Isten élenjárói. Ugye ez a korai kvékerek jellemzői, és ez természetes módon feldühíti a puritánokat, akik az ember eredendő bűnösségében
és a kárvinista kiválasztástamban gondolkodtak. És azért itt én, bármennyire szeretem őket, hadd ismerjem, mert rendkívül arrogánsak lehettek a korábbiak. Isten fénye, Krisztus világossága, a bennük lévő Krisztus, ezekkel a belső fényel összefüggő mondatok azok, amelyek a korai kvékerek írásaiban és prédikálásaiban nagyon gyakran erőt kerülnek, és nagyon jól használják a Biblia metaforákat, amikor lelki tapasztalataikról számot adnak. Fox azt hirdette, hogy minden emberben benne van Isten csendes, kicsi hangja. Itt a János 1.9, tehát a Jeremiás könyvén és a jelenő könyvén még a János evangélium az, amit nagyon gyakran használnak, és nagyon sokat utalnak a belső fényel kapcsolatban a János 1.9-re. Ugye eljött az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, csak hogy aki ismételjem ezt a evangéliumot. Érdekes volt az összegyülekezésük módja, köztudott volt róluk, hogy csendben ülnek és meditálnak a Biblia szavain, amíg meg nem érkezik bárkinek, aki a közösségben ott van, Isten belső fénye, amely megvilágítja őt, és akkor szabad beszélnie. Volt még egy ilyen nagyon egyébként csoportdinamikailag nagyon figyelemre méltó szabályuk, hogy aki egyszer beszélt, az legközelebb csak akkor szólalhatott meg, ha már mindenki elmondta azt, amit kapott Istentől, amiben megvilágosodott. A kvékerek a Krisztus fényében való járás gondolatát arra használták, hogy utaljanak Isten jelenlétére az emberben, valamint Isten közvetlen és személyes tapasztalatára. Nem csak abban hittek, hogy az egyéneket ez a krisztusi fény vezérelheti, hanem hittek abban is, hogyha együtt találkoznak, akkor Istentől kollektív útmutatást kaphattak, és ezt megoszthatják az egyéneknek adott aggályokat és vezetéseket. Ugye, ha mondtam ezt a puzzle képet, hogy távolról nézzük, akkor a mondat fogalmazódik meg róluk így nagy általánosságban, hogy csak kollektív döntéseket hoztak, tehát nem szavaztak. Soha nem szavazással döntöttek el valamit, hanem akkor döntöttek, amikor a teljes közösség egyetértésre jutott. Ez nagyon szép és jó, de majd látni fogjuk, hogy azért ez hogy finomodik, és hogyan alakul. Egy biztos, hogy a döntéseik sokkal nem idején ez a szó, hogy demokratikusabbak voltak, de bizonyos értelemben demokratikusabbak voltak, tehát sokkal inkább közösségi döntéseket hoztak meg, mint más felekezetek. És ezek nagyon gyakran az istentiszteleteken való találkozáskor történnek. Nagyon érdekes a nyelvváltozása. A korai barátok ezt a belső fényt inward light-nak nevezik, és 20. századra ez az inner light-tá változik, és egy kicsit utána néztem a két szó közötti nyelvi különbségnek. Az inner light az egy belső halk szellemi. Az inner light az pedig azt jelenti, hogy titkos rejtet. Tehát magának ennek a belső fénynek az értelmezése azért a kvéker hagyományban változott. Az a kép, amit a korai kvékerek megjelenítettek magukról, semmiképpen sem hasonlít arra, amit általában a kvékerekről a 18.-19. században elterjedt. Erről majd később egy kicsit beszélek. A 18.-19.